egyre több csaló próbálja meg ö, a hasznát kisajtolni ebből a jelenlegi sanyarú helyzetből. Több olyan személy kereste meg, főleg az időseket, akik magukat hatósági személynek adták ki, és arra hivatkozva, hogy fertőtlenítést végeznek, vagy vírus szűrésére alkalmas tesztet árulnak, pénzt próbáltak kicsikarni az állampolgárokból. Ezzel kapcsolatosan 14 eljárás indult már a rendőrségnél, és ahogy korábban is beszámoltam róla, a rémhírterjesztés továbbra is egy nagyon veszélyes cselekmény. 16 esetben indítottunk már eljárást ilyen cselekményt elkövető személyekkel szemben, és 13 esetben pedig közveszélye fenyegetést elkövetőkkel szemben intézkedtünk. Továbbra is folyamatosan ellenőrizzük a hatósági házi karantén szabályainak betartását. Így már 4207 ember van ilyen intézkedés hatája alatt. Összesen 26.864 esetben ellenőriztük ennek a hatósági intézkedésnek a betartását. Csak az elmúlt 24 órában 3689 ilyen ellenőrzést hajtottunk végre.